Hello mindenkinek, sziasztok! Csodás, szép napot kívánok mindenkinek. Gondoltam, ismét bejelentkezek új információ gyanánt. Megvárjuk, hogy érkezzenek többen és többen. Hello mindenkinek, szeretettel köszöntöm az újakat is, és az új követőimet is. Sziasztok! Nyomkodjátok a lájkokat, édeseim! Csodás reggelt mindenkinek! Na, hát most van egy kis időm, aztán gondoltam, bejövök már ismét információ gyanánt, hiszen ugye nagyon sokan szeretnétek a segítséget, rengeteg e-mail, rengeteg üzenet jön. Ugye említettem nektek, hogy több és több esetben szoktam itt közvetíteni TikTokon ingyen, úgyhogy lényegében aki követ, az rendszeresen látja, hogy mikor, hova szoktam bejelentkezni. Ezért is mondom el mindenkinek, hogy kövessetek édeseim, és aki követ, akkor ugye rendszeresen láthatja, hogy mikor, hol vagyok, van, mikor 2 óra hosszás közvetítések vannak. Van, aki közvetlenül ugye nem szeretne TikTokon keresztül privátba szeretne, akkor ugye azoknak mindenképpen a Csicsovszki úrnőjósó.hu oldalát javaslom. Itt ugye ki is van írva a hivatalos weboldal, tehát egy óra hosszán keresztül csak is kizárólag veled fogok foglalkozni. Amit tudni kell, hogy több és több videóban megemlítem nektek, hogy manapság nagyon nagy erény, amikor egy tisztánlátóval találkoztok, hiszen önmagában kérdezés nélkül mondja a történetedet, és emiatt is nagyon szeretik a velem való jóslást az ügyfelek, akik már ugye rendszeresen járnak hozzám. Általában mindig 2 hónapot szoktam mondani, hogy legalább 2 hónapot várjon a következő jövendüléssel, hiszen időt kell adni a történet után, hogy mégis mik azok a dolgok, amik ugye már összeforranak. Hello mindenkinek, sziasztok! Szia drága Sziszka, csodás napot mindenkinek! Úgyhogy lényegében elhunyt szeretteitektől is különböző információk, amikor jósolok nektek, a lélek megkeres és átadja az üzenetet. Ezért is szoktam mindenkinek elmondani, hogy aki elhunyt szeretteiről szeretne információt, ne mondjon semmit magáról, amikor jósolok neki. A gondolati síkjára fogok rákapcsolódni, és hogyha a gondolati síkján közvetlenül ott van az, hogy önmagába szeretne információkat az adott elhunyt személyről, akkor azt úgy is át fogom adni. Tehát ezt lényegében ezt úgy kell elképzelnetek, hogy konkrét nevet fogok kapni az elhunyt személyről. Van, mikor közvetlenül a településsel kezdi, ahol élt, az elhunyt szeretet bemutatkozik nekem olyan szinten, hogy elmondja, hogy mi volt körülötte, hogyan élte a kis életét, megmutatja a körülötte lévő dolgokat, akár a földeket, amin dolgozott, barátnők neve, és szépen apránként jutunk el a történethez. Itt ugye meg is kérdezhetjük tőle, hogy mit is akar neked üzenni. Tehát azt tudnotok kell, hogy nem csak elhunyt szeretteiteknek a történetére tudok rákapcsolódni, hanem ugyanúgy az élőkre is. A nagyon nagy kedvenc a szerelmi jóslás, amikor az adott személynek az életébe betekintést nyújtok neked, amikor van egy adott személy, és megnézhetjük, hogy bízhatsz-e benne, mennyire valós a szerelme, van-e más az életébe, tehát ezeket a Csicsovszki úrnőjósó.hu oldalán ki is tudjátok választani. Tehát lényegében ott vannak az árak feltüntetve, tehát igazából nem a jóslásért fizettek, hanem az időmet fizetitek meg. Hello mindenkinek, sziasztok! Tehát rengetegen vagyunk már itt a TikTokon, és eszméletlen mennyiségbe kapom az üzenetet, tehát aki részt szeretne venni egy-egy közvetítésen, hogy hogyan is működik, hallhatja, hogy olyan információt adok át itt TikTokon vadidegeneknek, holott gyakorlatilag mi soha nem beszéltünk, úgyhogy lényegében láthatja, hogy hogyan működik ez a közvetítés. Azt tudnotok kell, hogy nem sima kártyákat pakolok, tehát közvetítő vagyok, tehát itt már konkrét információk vannak, tehát emiatt is érdekes lehet, tehát ugye nem simán csak információk pontatlanul, hanem közvetítő vagyok, tehát itt már konkrét információkat tudhatsz. Azt tudnotok kell, hogy minden egyes jóslás, a velem való jóslás ugye önmagában segítség az adott helyzeted, az adott jövőddel kapcsolatban. Hello mindenkinek, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Belebotlok egy-egy videódba, és nagyon igazakat mondasz. Hello Andrea, sziasztok.
Igen, ezek a lepakolós videók, amit ugye rendszeresen feltöltök, ezek vagy rezonálnak veletek, vagy sem, tehát hasonló érzéseket kelthetnek bennünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy olyan szinten képesek vagyunk teremteni, tehát tényleg akár gondolati síkon, vagy amire fókuszálsz a mindennapokban, tehát képesek vagyunk bevonzani ezeket a dolgokat. Nyilvánvaló ugye, hogyha vannak kérdések az emberbe, és még mindig nem jutott túl az adott úri emberen, vagy a hölgyen a múltból, vannak mindig elvaratlan szálak. Tehát ugye ezért is mondom, hogy a lepakolós videók hasonló érzéseket kelthetnek, hasonló szituációk voltak már, vagy konkrétan a te történetedről beszélek, de nyilván egy privát jóslás, gyerekek, amikor csak is kizárólag veled foglalkozok, telefonon keresztül működnek a privát jóslások, tehát azt tudnotok kell, hogy elég a hangotok, és mindent mondok nektek, semmilyen kérdéssel nem fogok hozzátok állni, nem is kell mondanotok semmit, amikor ugye privátban megkerestek. Ez nagyon fontos, hogy engedjétek, hogy feltérképezzem a történeteteket, mi vesz téged körül, melyek azok a figyelmeztető jellegű dolgok, amit át kell, hogy adjak neked. Tehát ugye ezért is mondom mindenkinek, hogy mindenki meg tudja keresni azt a közvetítőt, vagy azt a jóst, aki neki szimpatikus. Nyilvánvaló én is azokkal az emberekkel veszem fel a kapcsolatot, vagy akár ugye bármilyen, akár fodrász, vagy fogorvoshoz megyek, aki nekem számomra a szimpatikus, az a személy, amit működtet. Tehát ezért is mondom, hogy rengeteg cukrász, rengeteg közgazdász van a világon, ugyanúgy rengeteg spiritista van, nyilvánvaló mindenki fejlődik, én is annak idején kártyával kezdtem, és szépen kialakulnak ezek a karizmák, tehát ezek egyébként csodálatos dolgok, ezzel kelek, ezzel fekszek, tehát ez a mindenem, én így is élem az életem, tehát lényegében ezért is mondom, hogy a saját életemen is tudok segíteni, és ezáltal a tieteken is. Tehát lényegében ebből a szempontból ez már ugye konkrétan nem is jóslás, hanem jóslatok. Tehát aki visszamenőleg 45-50 évre visszamenőleg el tudja mondani a múltadban lévő sérelmeket, amit még most is magaddal cipelsz, annak valóban elhiheted, hogy ténylegesen róla beszélnek, meg hát ugye a jövendőlés, tehát ugye aki látja a múltadat, az valósan jövendől is. Tehát ugye ezért mondom mindenkinek, hogyha találtok egy olyan spiritisztát, aki konkrét információkat mond rólatok el, hát az gyakorlatilag nem semmi a javából. Úgyhogy tényleg ott fel lehet bontani egy pezsgőt. Nagyon sok tanítványom van, nagyon sok csodálatos emberrel találkozok minden nap, és hál' Istennek vannak olyan lehetőségeim, hogy tanulhatok is tőlük, hiszen ugye minden nap fejlődök én is, nekem is apránként alakulnak ki ezek a karizmák, de türelmes vagyok, és hálás minden egyes lehetőség gyanánt, hiszen úgy gondolom nem semmi, amikor ténylegesen egy embernek az életét körül tudod írni, el tudod mondani, hogy mivel van feladata, és tudod segíteni az életét. Egyébként nem tudom, gondolkodtatok-e már azon, vagy hallottatok-e már ezekről a dolgokról, hogy ami meghatározó egy embernek az életébe, az ugye a jelenlegi helyzete, amivel feladata van. Nagyon sokan nem tudják, hogy konkrétan mivel van feladatuk, ezért sem szeretem, hogyha valaki elkezdi mondani a történetét, amikor közvetítek neki, mert ebből a szempontból, amikor elkezdem megnézni és közvetítem azokat az információkat, amit ugye közvetlenül át kell adjak neki, az ugye önmagában, amivel feladata van. Vannak olyan dolgok, amit már 10 éven keresztül húznak, halasztanak az adott személy életébe, és még mindig nem tudta végigvinni. Ez különböző problémákat tud idézni az embernek az életében. Általában ugye azt szokták mondani, hogy amit ugye akár gyerekkorunk óta cipelünk, különböző blokkok, tehát ezek ugye blokkolják a megvalósításainkat, legyen szó akár erős érzelmi vonalakról, mert ugye erős érzelmi vonalon azok a személyek vannak az életünkben, akiket ugye a bizalmi körünkbe fogadtunk, és hogyha velük kapcsolatban nem teljes egész a történet, a kört nem tudjuk bezárni, akkor mindig kérdések vannak az embernek az életébe. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy amikor egy spiritisztával vagy egy jósnővel találkozol, és konkrétan elmondja, hogy mivel van feladatod, ebbe az a legszebb az egészben, hogy amikor ugye valaki megkeres a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán,
nekem az az első, hogy konkrétan rákapcsolódok a gondolati síkjára, tehát a jelenlegi helyzetére, ami körülveszi őt, ami foglalkoztatja, amivel már pedig len feladata van, bármennyire is akarja problémákat szőnyeg alá söpörni, hát azok bizony, hogy ott lesznek, maradandó sírelmeket és maradandó fájdalmakat is tud okozni a jövőben. Hello mindenkinek, szia Erika, hello! És úgy gondolom, hogy ezeket az információkat, ez egy kincs egyébként, hogyha egy vadidegen ember ezeket a dolgokat elmondja neked, főleg egy konkrét nevekkel, konkrét települések és konkrét történeteket tud hozzáfűzni. Én egyébként megmondom őszintén nektek, hogy amikor jövendölök, például amikor a kombinált jóslást válaszza az ügyfél, akkor képek formájában kapom meg, és ezekhez a dolgokhoz párosodnak ugye a nevek. Amikor ugye egy régi időszakról, például második világháborús történetről kell beszélnem, ott már ugye jelentős fontos az, hogy egy üzenet egy elhunyt személytől. Ezért is mondom, hogyha a kombinált jóslást választa valaki, és közvetlenül üzen egy elhunyt személy, amivel tudja segíteni a jelenlegi helyzetét, ez szerintem baromi klasszikus és csodálatos, és higgyétek el, hogy nem csak az én felmenőim segítik a közvetítést, hanem nektek az elhunyt szeretteitek segíthetnek konkrétan egy privát jóslásnál. Tehát ezt úgy kell elképzelnetek, hogy olyan szavakat, olyan mondatokat kapok egy közvetítésnél gyerekek, amit én soha, de soha életemben nem használtam. Legyen szó akár 1700-as időszakokból, vagy akár a Domoklész, tehát ténylegesen a Krisztus előtti időszakokból, tehát olyan szavak, olyan információk, vagy amikor ugye a háttérben például valaki konkrétan Szentpéterváról van, és az egyik szerette elkezd hablatyolni totál más magyar név, nem magyarul, és akkor rászólok, hogy jó, oké, hát akkor hiába beszélsz nekem orosz nyelven, vagy mit tudom én milyen nyelven, marhára nem értem, hogy mit akar mondani. Úgyhogy lényegében ez tök jó, és akkor elkezdi magyarul az információkat átadni. Szóval ezek szerintem tök jó dolgok. Nyilván ugye élőben, amikor közvetítek itt az adott személyeknek, ugye többen itt is vagytok, sziasztok, hello Szuli! Ők engedélyt adnak arra, hogy betekintsek az életükbe. Nyilván ugye vannak olyan információk, amit úgymond át is adok, de nem megyek bele a történetbe, de nyilván egy privát jóslásnál azért mélyen bele tudunk menni a dolgokba. Vannak azok a bizonyos személyek, akik nem szeretnének minden egyes dologról tudni. Természetesen, amikor a Csicsovszki úrnőjósó.hu oldalán felveszi velem az adott személye kapcsolatot, akkor nyilván megkérdezem, hogy amúgy mindent mondhatok, mert ugye van, aki abszolút nem akar mindenről tudni. És ja, amúgy meg a legfontosabb, amikor egy közvetítővel felveszitek a kapcsolatot, nyilván én magamból indulok ki. Például betegségről akarsz kérdezni, nyilván ugye nem fogod elmondani nekem, semmit nem fogsz mondani, hogy miről akarsz kérdezni. A közvetítésnél azokat az információkat fogom átadni neked, amit leközlök neked. Tehát értitek, mit mondok? Tehát amivel feladatod van. Tehát, hogyha én például a komoly betegségedről konkrét információkat nekem nem közölnek le, akkor az konkrétan azért van, mert nem folyhatok bele a történetedbe. De viszont nyilvánvaló súrolhatom a történetet, tehát amikor már a medikorról kezdek elbeszélgetni veled, meg már az elsősegély, meg már a gyermekosztálynál vagyok, akkor konkrétan tudhatod, hogy azzal már pedig len feladatod van. De nyilvánvaló azért mutatkoznak a testrészek, az adott szervek, amikor ugye alapjáraton valakinek kőkemény problémája van. De konkrétan ezekre nem is nagyon térhetünk ki, tehát vannak olyan információk, amire kitérhetsz, van, amire nem. Hello mindenkinek, sziasztok, puszi mindenkinek, szia Szuli, hello Aniti, hello mindenkinek, csak annyira benne vagyok a sztoriba. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy nem a kártya lesz az, aki megmondja, hogy a Kovács Pista bácsi annak idején a két testvérével mekkora balhét csináltak, mert erdész volt, és hogy az erdészetnél a papírmunkákat nem úgy adták át, ahogy kellett volna, tehát ezek mind-mind közvetítések. A kártya gyakorlatilag nekem eszköz, a kártyát már csak megerősítésképp használom, tehát gyakorlatilag már túl vagyok a kártya kipakolásokon, tehát gyakorlatilag nem a kártya fog
közvetíteni. Nyilván annak idején én is kártyával kezdtem, tehát szépen apránként ugye alakulnak ki ezek a karizmák. Ezért is mondom, mindenki más, másképp látja a dolgokat, másképp közvetít, van, aki hangokon keresztül informálódik az ügyfélnek, tehát változó, hogy ki hogyan működik. Ja, úgyhogy, hát igen, nagyon jó dolgok. Hát én ezért is mondom mindenkinek, hogy senkit semmilyen formában nem szabad megszólni, tehát nagyon sok jósnőt látok itt a TikTokon, rengetegen vagyunk gyerekek, mindenki azokat az információt közli le, amit ő úgy gondol, én gyakorlatilag minden egyes mondatomért vállalom a felelősséget, nyilván ugye ebből is élek, tehát minden hivatalosan működik, sokan kiakadnak az árakon, hát édeseim, úgy alkottam az árakat, amiben megnyilvánul a történet, amiről konkrétan akarsz tudni. Van, akinek 2 órán keresztül 10 pasit pakolok, valaki az egész délelőttömet kifizeti. Szóval ott egész kemény 4 óra hosszán keresztül, ott együtt kávézunk, valamikor együtt ebédelünk, úgyhogy... Szóval igen, tehát mindenkinek megvannak a szépségei, mindenkinek megvan az, hogy mit akar tudni, de én úgy gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon csodálatos dolgok. Nyitottnak kell lenned rá, tehát ezért is mondom mindenkinek, hogy amennyiben felkészült, csak úgy keressen meg. Nekem is ilyenkor délelőtt pörögnek a meg a giga gyorsasággal a kerekek csokit kérek. Ó, szuli. Na mindegy. Szóval ezért is jelentkeztem be, hogy aki privátba szeretne, tehát akivel csak is kizárólag bele foglalkozza, keressen meg, szánja rá magát, ott a weboldal, beregisztrál, itt a csicsovszki.urnőjósó.hu oldala, kiválasztja, ami a szívének fontos, kap egy visszaigazoló e-mailt, ahogy beérkezik az utalása, úgy adunk időpontot. Nagyon fontos, hogy másképp nem tudnám követni az ügyfeleket, tehát marha sokan vagytok gyerekek, és marhára megterhelő egy idő után, úgyhogy nekem is úgy kell osztani az időmet. Ezért is mondom mindenkinek, hogy türelem, mert ugye, hát baromi sokan vagytok, és hát várakozó tendencián vannak a történetek, tehát napokon belül nem fogok tudni senkinek időpontot adni, sőt, hát a napokon belüli időpontok, ugye itt az SOS jóslás, amit behoztam. Édes Lili, a csicsovszki.urnőjósó.hu, tehát mindenkit ide fogok irányítani, írhatsz e-mailt egyébként. Tehát ugye vannak azok a személyek, akiknek már tegnap kellett volna a közvetítés, azoknak is csak azt tudom felajánlani, hogy napokon belüli időpont, tehát aznapra nincsen, holnapra nincsen, holnap utára sincs, tehát napokon belül, tehát egy ilyen 4-5 nap elteltével tudom bepakolni az ügyfelek közé az SOS-t. Nyilván ugye ezek már duplában számolom fel, tehát nyilvánvaló, ma is 5-kor kezdtem a jóslást, tehát ezeket tudni kell, hogy én is, hogyha hamarabb szeretnék időpontot, vagy akár a fogorvos, vagy fodrászhoz, akkor lehetőség méltán, tehát ugye itt kompromisszumot kell kötni, mert hogyha csak 9-től van SOS jóslás, akkor már pedig len 9-től kell alkalmazkodnod, ugye a napokon belüli időpontnál, alapjáraton ugye simán ki tudod választani 8-tól 5-ig azt az időpontot, amit szeretnél. Szóval egy gyakorlatilag szolgáltatás, hát ugye most nyilván egy fodrás sem fogja az utcán a dalját megcsinálni, de volt rá precedens, képzeljétek el, múlt héten voltam Pécset, eszméletlen volt. Éppen, hogy a kocsiból kiszártam az árkádba, mert jöttek 3-an, hogy jósoljak, akkor a másik 2 már elkezdte mondani a sztoriát, hát azt hiszem szétmegyek, pedig baseball sapi volt rajtam, mindent, tehát fel se ismerjenek, szóval eszméletlen, mondom, persze, majd velem még pik szalámit kell vennem, aztán amíg kiválasztom a szalámit a spárba, vagy a marketbe, addig majd lejósolom a jövődet, szóval gyerekek, de amúgy, ja, és tök cukik voltatok, mert akik nézik az élőt, még a kosaramat is el akarták tolni,
Tehát szóval nem kell kosaramat tolni, tehát, hogy így gyakorlatilag, tehát ha vásárolok, akkor ne zaklassatok már, léci, tehát azért ez egy kicsit úgy, nem tudom, hogy más jósoknál ez hogy van, gyerekek, de azért nagyon durva, vagy amikor leülök a Mekibe, vagy valami, és akkor jönnek, érted, úristen, ott az úrnő, hát akkor pakoljad már a kártyát, hogy ne, vagy közvetítse, fogd meg a kezem, hogy fogjam meg a kezedet, hogy kapjam a zen. Drága magasságos Isten, nem mindenkivel szeretnék érintkezni, hanem muszáj, szóval. Micsoda, pikpak, sícsúgy. Ja, ezt nem engedte ki, ezt a kommentedet, na már most már bejött. Kedves Lili, a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán megtalálsz. Egy Tesco közepén előveszed a kártyát és jósolsz. Persze, Beus. Hogy ne. De nem az a lényeg, hát most tehát ugye közvetitek is közben, meg minden másra kapcsolódok, meg hát idő, tehát már tényleg olyankor, mikor, na mindegy, szóval erre mondják sokan, hogy átküldjél mást vásárolni, te csak jósoljál. De tényleg amúgy tényleg, tehát én így bele se gondoltam, hogy vannak ilyenek, hogy tehát, hogy így az ember nem is gond, tehát nem is tudják úgy alapjáraton az emberek, hogy egy jósnak vagy egy spiritisztának milyen feladata van, vagy nem is az, hogy feladata van, hanem hogy úgy, Jézusom, meg csókolgatták a motorháztetőt, na jó, az egy kicsit olyan, hát nem volt nálam fertőtlenítő. Na mindegy, bocsánat. Nekem is vannak dolgok, amit például mindenkinek meg kell csinálni, nem is értem az embereket. Nem tudom, tehát valószínű azt mondta az egyik hölgy, hogy ő számára hihetetlen vagyok, és hogy ő velem akar lenni. Hát mondom, jó van, édesem. Szóval nem tudom, hogy kiből milyen érzéseket vált ki. Türelmesen vártam én is, Judit percre pontosan hívott a megbeszélt időpontban, csodás vagy. Hó, szia, Mária! Neked már jósoltam. Ne haragudj, Mária, most így nem tudom, hogy ki vagy, de köszönöm szépen a gondolatodat. Beús, brutális, eszembe nem jutna, max egy köszönés. Tényleg? Jaj, Beús, vadd már be, hogy rám pattanál te is az utcán. Na jó, oké, egy kicsit se volt izé. Kedves Szimi, a Csicsovszki úrnőjósok.hu oldalán megtalálsz, tehát ott tudtok beregisztrálni. Volt olyan, hogy valakihez úgy érezted, oda kell menni és közölni valamit? Volt, templomba voltunk, az kemény volt. 2 évvel ezelőtt volt szerintem. Igen, egy nénihez kellett oda mennem. Templomba történt, és 2 települést mondtam neki, meg azt hiszem egy keresztnevet, hogy oda el kell menni a helyre, de már ő tudta, hogy mi újság, szóval. Hello, sziasztok! Szia, Mademoiselle! Itt van a Cupido Live megalkotója, édeseim. Hagyni kell azért téged is, hogy magánemberként is tudjál élni. Hát, ja. Na mindegy, szóval csak egy ilyen gyors összenetként jelentkeztem be, hogy ezeket az információkat átadjam nektek, hogy lényegében milyen történet öleli körbe ezt az egész dolgot, tehát én, amit működtetek, és én hogyan is működtetem, és foglalkozok vele, és hogyan is tudom nektek ezeket a dolgokat átadni, vagy hogyan is tudnék veletek foglalkozni. Ezek fontos dolgok, tehát ezért is kérem, hogy ezt tartsuk már tiszteletben. Tehát lényegében, ha bekövetsz, akkor látod rendszeresen, hogy mikor, hova jelentkezek be, kinek közvetitek, de nyilván ugye a privát jóslások, azok a csicsovszkiúrnőjósok.hu oldalán megteheted. A péksütik között kérném a jóslást. Jól van, Beus. Szuli, gondoltam egyet, egy vagon óriás tábla. Hát, jól van, Szuli. Rita édesem a csicsovszkiúrnőjósok.hu oldalán. Igen, jósoltál, és olyan dolgokat is említettél, amit csak én tudhattam, fantasztikus. Na, hát örülök, Mária, és köszönöm a gondolataidat, hogy megosztod. Bátran forduljatok az úrnőhöz, én is sok segítséget kaptam. Ó, Medi.
Köszönöm a gondolataitokat. Fizetés hogy zajlik utalással? Igen, hát ugye a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán beregisztrálsz, ott kapsz egy visszaigazoló e-mailt, és akkor a visszaigazoló e-mailbe lesz egy bankszámlaszám, tehát oda tudsz utalni. Ahogy beérkezik az utalásod, kiállítjuk a számlát, és akkor ajánlok neked időpontokat, a megbeszélt időpontot kiválasztod. Reggel 8-tól délután 5-ig vannak időpontok, minden egyes jóslás egy órás, ha este 6-tól akarsz jóslás, plusz árakat számolok fel. Ha hétvégén akarsz jóslást, az háromszoros árba van. Ugye a hétvégi jóslás, az csak azért tettem köztére, hogyha valaki nagyon akar, mert a hétvégét legalább tegyen már szabaddá, de a hétvégi 2 hónappal előtte elfogynak. Szóval ott nagyon sok külföldi, vagy aki csak hétvégén ér rá, tehát a hétvégi jóslások azok nagyon hamar be is telnek. Én személy szerint nagyon köszönöm a kártyás videóidat, rezonál velem. Na, hát örülök, kedves Marcsi. Egyébként adhatnátok valami tippet, mert sokan azt hiszik, hogy ezek a lepakolós videók, ezek gyakorlatilag privát jóslások, holott ezek kollektív üzenetek. Kedves Viki, a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán megtalálod az árakat, jó? Anya, mindig kiszédülök a fészekből. Micsoda kiszédülök a fészekből? Kicsim. Szuli. Igen, ő a kisfiam az előző életből. Nézzétek már, tiszta anya szeme, fénye, még hasonlít is rám. Na, mondd meg. Az arcfestés is nagyon szép, amit lehet látni. Ó, köszönöm, Marcsi. Hát igyekszek. Még azért van mit tanulnom. Én tudom, a videóid mindenkihez szól. Hát igen, mert ugye hasonló érzéseket kelthet benned. Hagyjatok már, múltkor velem jött szembe a saját videóm, és így, úristen, mint hogyha magamnak szóltam volna. Teljesen. Úgyhogy igen, tehát amikor így találkozol a forjúval a saját videódból, és ráadásul tök érdekes, mert a forjú így össze-vissza dobálja ki a videókat, mert ugye amiket feltöltök, tehát amik friss videók, azokat csak úgy tudod megnézni, hogyha rámész az oldalamra, ugye? És akkor így, ha bekövetsz, akkor a for you igazából azokat fogja kidobni, ami például beérkezett a for you-ba, tehát 10 000-en felüli megtekintésnél, vagy hogy kerül be a for you-ba. Ezért is szoktam mondani, hogy be kell menni a profilra, és akkor ott már látod, hogy melyik a friss videók. Ja... Úgyhogy, egy pillanat. Ja igen, mosszolnak a háttérbe gyerekek, hogy nagyon sok Csicsovszki úrnő jósol áll profilokat készítenek a mai napig. Úgyhogy megkérnék mindenkit, hogy aki Csicsovszki úrnő jósol néven ír rátok, nézzétek meg a követői számot, jó? Itt 89.700-an követnek, tehát csak is kizárólag ez a hivatalos oldalam. Szóval, hogyha bárki bármilyen formában ezzel a névvel rátok ír, egyébként látom minden nap, mit csinál, mit csinálnak azok a profilok, tehát ha én feltöltök egy videót, vagy kicserélem a profilképemet, akkor ő is kicseréli. Szóval nagyon figyeljetek oda, én nem írok rá senkire, jó? Tehát én nem írok senkire, ha te írsz nekem üzenetet, válaszolok. Van, mikor a kollégák válaszolnak e-mailbe, mert én már ennyire nem tudok válaszolni. A TikTokon, ha írtak, fú, ott rengeteg üzenet van, amit beoddob, arra válaszolok. Tehát mindenkit a weboldalra irányítok át. Sokaknak nem tetszik az, hogy belelátok a szívükbe, és hát gondolom irigykednek azért, mert hát a Jóisten ilyen áldással áldott meg, vagy nem tudom, pedig hát gyakorlatilag én szeretek mindenkit, sőt, tehát baromi sok tanítványom is van, és
a mai napig imádom őket, és nagyon édesek, és rengeteget tudok tőlük tanulni. Tehát én úgy gondolom, hogy egészséges emberek nem pusztítják el egymást, tehát mindenkitől tudunk tanulni, tök mindegy, hogy még csak most kapott kártyát, tök mindegy, hogy még csak kártyát olvas, tök mindegy, hogy mivel foglalkozik, tiszteletbe kell tartani mindenkit. Na szóval gondolom, nagyon tetszett a szempilla festékem, vagy esetleg a Bobbi Brownos rúzsom, hogy alkotják a kamu profilokat, nem tudom, de az a lényeg, hogy mindig csekkoljátok le, jó? Hogy kiír rátok, tehát a követői számmal tudjátok leellenőrizni, mármint, hogy a nagy követői szám alapján tudjátok megnézni, hogy ténylegesen én vagyok az. Egyébként, aki jóslást szeretne, csak is kizárólag a Csicsovszki úrnő jósol.hu oldalán tud regisztrálni, tehát ha nem azon keresztül regisztráltok, vagy nem úgy beszéljük meg, akkor az már nem én leszek, aki jósol nektek. Úgyhogy a kamu oldalakkal figyeljetek, mert hát amúgy nagyon sok üzenet jön a mai napig, hogy este 11-re beszéltük a jóslást, meg valami könyveket ajángatott neki. Szóval tényleg egy sült hal lehet. Na mindegy, hát igazából nem sokra megy, hát nyilván beköveti, meg nem tudom mit csinálni bele, de nem is az a lényeg, hanem hogy erre figyeljetek már, hogy én nem írok senkinek a szerelméről, üzenetbe senkinek, szóval ezek fontos dolgok, hogy nehogy beleessünk már olyan dologba, ami valótlan. Úgyhogy igen, szóval lényegében fontos tudnivaló az, mert én úgy gondolom, hogy minden egyes élővel taníthatjuk egymást. Tehát van a jóslás, jó? Van az útmutatás, meg van a jóslatok. Akkor így mondom, útmutatás, jóslás, jóslatok, jó? Tehát az útmutatás a lehetséges jövő, tehát amikor tarókártyából intuíción keresztül például elmondott, hogy milyen személyiség, stb. Tehát én nem is nagyon használom a tarót. Akkor van a jóslás, amikor ugye kártyával pakolod a sztorit, ha magas energia szinten vagy, kőkeményen kipakolod az életét, és be is következik, tehát azt hozzáteszem, hogy nagyon figyeljetek, hogy kitől kértek jóslást. Meg vannak a jóslatok, amikor már közvetítéssel működik a történet, jó? Tehát ezek nagyon-nagyon fontos definíciók, hogy értsük, hogy miről van szó. Sokan nem tudják, tehát igen, tehát nem egy-két lap fogja elmondani neked, hogy a Szűcs Pista még mindig szerelmes beléd, jó? Vagy a kis Antal. Én nem tudom kicsoda, tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de kérdezzetek nyugodtan ezzel kapcsolatban, hogyha esetleg a működést nem tudjátok, már így is túl sokat mondtam, vagy nem tudom, hogy minden érthető egyébként. Itt vagyok egyébként, sziasztok! És na mindegy, amíg beírjátok a témakört, hogy mert ugye nem sokáig leszek, csak el akartam itt csacsogni a témát. Álmodtam veled, úrnő. Na, hát mit álmodtál, édesem? Na várjál, csak beengedjük a medit, mondd már el a sztoridat. Mit álmodott velem? Bejössz. Hogy ne lehetne előre megálmodni mindent? Hogy ne? Hát ugye, amikor be is következnek, persze. Na, Medi, nem jössz be, hogy elmondd az álmodat? Vagy nem küldtem fel kérést? Jön már. Na, hello! Szia, csodálatos, szép napot kívánok neked. Talán nincsenek is véletlenek, nagyon kellemes téged hallgatni. És igen, az éjjel álmodtam veled, felrepültem most a TikTokra, és mit látok? Téged látlak, tehát nincsen semmi se véletlen. Az álomban az volt, hogy egy nagyon kellemes szoba otthoni
meleg, meghitt beszélgetés volt, és volt egy ablak, az ki volt nyitva, és kiültünk, és beszélgettünk, és jöttek az emberek, és mindenki segítséget akart kérni tőled, és hatalmasokat nevettél, kacagtál, és az emberek nagyon-nagyon kedvesek és pozitívak voltak. Hihetetlenül is. Annyira jó volt látni, hogy nagyon-nagyon. Nem semmi. Tehát akkor nem tudom, hogy annál a résznél voltál-e, de pont múlt héten, meg azelőtt héten, hogy több alkalomkor volt olyan, hogy az utcán is gyakorlatilag rögtön, hát hogy Úristen, itt az úrnő is, szeretnék az utcán jóslást, és mindenki, tehát nem győztem tisztességesen, jó, akkor most már menjetek arrébb. Aztán voltak velünk még hárman, aztán úgy terelgették tovább őket, szóval, hogy egy idő után már ez túl megy mindenen. Igen, mert van egy olyan Igen. kisugárzásod alapba, ugye? Tehát maga a hangod, amivel foglalkozol, amit közvetítesz, és az emberek ezek hiányolják, ez kell nekik, a figyelem, a szeretet, az a tudás, az a megértés, és az az X idő, amennyit rájuk fordítasz az adott jóslás vagy útmutatás, ugye, amikkel így viszed tovább a történetet. És igen, tehát az álomba is teljes mértékben, hogyha lefordítsuk, ugyanezt produkálta le. Nagyon érdekes volt egyébként, jó volt látni. Na de várjál, most őszintén, Medi, ha már itt vagy, megkérdezlek. Most, hogyha az utcán találkoznál egy olyan személlyel, aki tegyük fel jós, vagy bármi ilyesmi, akkor te rögtön kérnéd, hogy jósoljon? Nem, nem. Én elég nyitott személyiségnek tartom magamat, de mindenféleképpen tiszteletbe tartanám az, hogy ő jós, és akkor, ha tudom, hogy találkoztam vele, nem szólítanám le az utcán, mivel hogy vadidegenről beszélünk. Viszont, ha kicsit feltűnést akarok kelteni, nézzünk egy boltot, és ott összetalálkozunk, maximum rámosolygok, és kész. Onnantól kezdve fogok egy honlapot, tudom, hogy ott van, beregisztrálok, beírom, és akkor úgy elegánsan felveszem vele a kapcsolatot, és megvárom azt az X időt, mert általában tematikusan dolgoznak, gondolom, ugyanúgy te is, és van egy naptár, és akkor kivárom a soromat, és akkor a részleteket megbeszéljük privátban. És ennyi. Én biztos, hogy így cselekednék. Tehát nem rontunk senkitől ajtóstól a házat. Tehát mindenkinek van egy életformája, vannak időbeosztásai, tehát mit tudom én, 8-tól 6-ig, ez változó, hogy kinek hogy, és ezt igenis, hogy tudatosítani kell, és tisztába kell rakni, és nem megyünk neki a másiknak. És ha valakivel ugye találkozunk, visszatérve a kérdésre, akkor inkább egy jó érzés, wow, akkor egy ilyen pozitív, hogy nekem az egy üzenet, hogy lehet, hogy nem véletlen került az életembe, és még az plusz adna egy megerősítést, és akkor úgy keresném fel a honlapon. Én így gondolom. Igen, itt írják is, hogy írja Marci, hogy egy intelligens ember nem rohan oda hozzád. Azt írja. Hát igen. Na de most, hogyha megrátnám Ricky Martint, vagy Csutka Istvánt, akkor így. Akkor lehet én is így. Úristen. Na de hát azért annyira favorit nem lehet. Vagy Hát Liszt lehet, vagy hogy is. Marikát. Remeg, és biztos, hogy megremegne a lábam, hogyha ugye ilyenekről beszélünk. Tehát azt tudni kell, hogy érzelmileg, ha érintett valaki a másik fele. Vagy az életében olyan dolgok vannak. Most menjünk vissza a jóslatra, és ugye, amit te képviselsz, és fantasztikus eredményeket mutattál meg az embereknek, és én is nagyon hálás vagyok, hogy akkor, amikor kellett, ott voltál és segítettél. Úgyhogy én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok. És szerintem még sok-sok ezer ember ezt elmondhatja. És nem hinném, hogy le kell rohanni a másikat teljes mértékben. Igenis, hogy tiszteletbe kell tartani. Hát vannak a különböző szolgáltatások. Például ott van a fodrászat. Ott is időpontokra van. Ettől ettig. És pont. Ha Ricky Martinnal találkoznak, akkor megremegre maximum a lábam. Azt mondanám, Úristen, rám mosolygott, és jó. Ki? Ennyi.
Tehát elérhetetlen, mert én tudom, hogy hol a helyem, és pont. Ha fel akarom venni vele a kapcsolatot, akkor meg vagy szerencsém van, vagy nem. Az egy más. De viszont visszatérve érzelmileg érintett vagyok, és ha én segítséget kérek valakitől, legyen az, mondjuk mondok egy példát, körmös. Én akkor viszont én felhívom, beregisztráltatom magam, és akkor a 2 hét múlva kapok időpontot, addig türelmes vagyok, kész. Hiszen a saját érdekem az, hogy rendben legyenek a dolgok, és szép körmöm legyen. Ugyanez van a jóslatnál, az útmutatásnál, nálad is. Igenis, hogy akkor türelmesnek kell lenni. Mert ha most nem vagyok türelmes, akkor hogyan várjam a segítséget, ugye? Hát igen, mert pont az egyik live-ba ezt ecseteltük, a segítség szó, hogy miben nyilvánul meg, mert ugye úgy vannak vele, hogy rád ír, hogy segítsél, és tehát igazából első körben magán kell segítenie, mivel ugye ez egy szolgáltatás, tehát amikor privátba, tehát az idődet, energiádat adja valaki, tehát alkalmazkodnunk kell egymáshoz. Ezért is mondom mindenkinek, hogy én nem írok senkire, aki meg akar keresni, az megtalál, aki mást akar keresni, az meg mást keres meg. De én úgy gondolom, hogy senki nem tolja a bevásárlókocsit helyetted, és sokan ezt nem értik, hogy miért van így. Holott gyakorlatilag ugyanolyan civil ember vagyok, vagy te, mint a másik, hogy gyakorlatilag nekem is van én időm, meg a családdal is legyünk, tehát, hogy így, tehát este 11 órakor már nem fogok senkinek közvetíteni. Nem Igen, is szabad, sokan ezt mert nem. ugye gondolom azért, ugye, hogy rengeteg ügyfeled van, és azért az rengeteg energiát elvesz. Tehát azért ezt se feledjük el. Sokan nem is Igen. látnak a dolgok mögé. És azért napi szinten 8-10-15, ugye változó, ezt te tudod, hogy foglalkozni az emberekkel. Tehát azért az rengeteg energiabefektetés, és azt vissza kell töltödni, hogy másnap újra tudjon az ember segíteni, és azokat tényszerűen leközölve tűpontosan, hogy ez és ez és ez van. Így van. És tehát nem véletlen van a minőség, amit kapnak az ügyfeleid, nem véletlen vannak azok az árfekvések, és igenis, tehát ezeket tudatosítani kell, és tisztába kell tenni. És egyébként én bátran ajánlom Juditot, de ezt szerintem nagyon sok ember tudja, mert én kimerem jelenteni, hogy én sok személlyel találkoztam, aki hasonló jóslatokkal foglalkozik, útmutatással, és itt elmondom nektek, emberek, ha útmutatáson belül is szeretnétek, vagy jóslat, vagy megakadtok az életetekbe, egy olyan lelki simogatást kaptok pluszba, hogy nagyon-nagyon kevés az a személy. És olyan pozitív energia, olyan szeretettel beszél a másikhoz, kicsit olyan, mint a pszichológusunk is lenne. Tehát dupla, és higgyétek el, a saját ember érdekében megéri az összeg, hogy utána egy nagyon boldog életvitelt tudjon az ember érni. Én azt mondom, hogy megéri, 100%-osan. Hát igen, mert ugye ez tök jó, hogy említed, mert ugye empátia is van, tehát azért szépen apránként kell leközvetíteni az információt az embereknek, mindenki más, másképp reagál, és muszáj belevinnem egy kis humort, egy kis nevetést is, mert ugye hát nyilván komoly dolgok, tehát ugye amikor egy elhunyt személynek a sztoriát vázolom, holott én honnan tudhatnám a nevét, ugye ezt is megkapom egy közvetítésnél, azért úgy ledermeszti az ember, hogy Jézusom, ez honnan tudja az apukámnak a nevét, vagy esetleg az unokaöcsémről van szó, aki már elment, és róla beszélek. Tehát, hogy így próbálom neki úgy reagálni, vagy úgy mondani a történetet, hogy ő olyan, mintha itt él, tehát, hogy ők élnek, tehát, hogy így oké, hogy elment, meg már nem e világon élnek, de gyakorlatilag a lelkek ugyanúgy jelen vannak, hallanak minket, látnak minket, beszélhetünk hozzá, és ők is várják azt, hogy megszólítsd úgymond őket, tehát nyilván nem idézem őket, hanem alapjáraton egy jóslásnál, amikor a körülötte lévő dolgokról beszélek, akkor üzelhetnek. Tehát ugye ezek én szerintem csodálatos dolgok, tehát szépen apránként lehet bevinni az embernek a történetébe, hogy ne ijesszél rá. Ja. Igen. Egyébként
Ma sikeresnek. Reggeltől estig, tehát ha be van kapcsolva a telefon, ugyanúgy hajnali 4-kor is csörögnek. Tehát vagy Csicsovszki krémet akarnak, vagy Jós László, szóval működik sajnos. Egyébként ne feledjük már el, hogy van neked egy szuper terméked, és hogyha valaki nem csak lelki támaszt és az életébe egy megoldást szeretne kapni, hanem szeretné az, hogy egy kicsit megszépüljön az arca, beszélj már arról is egy picit, mert engem érdekel, ugye én szépségiparban tevékenykedem, és szerintem azért ez is nem egy utolsó momentum. Most nézzük azt, hogy megkapja a megoldást az aktuális fél, és még akár szép lesz a bőre is tőle, a csicsovszki krémtől, hogy mennyi minden gyógynövény tartalmaz. Hát Ha igen. jól tudom, mert utána olvastam a honlapodon ez erről is, de nem vagyok tökéletesen tisztában, hogy mesélsz erről egy pár szót. Igen, hát ugye akik már régóta követnek, tudják, hogy az első, amivel megjelentem itt a TikTokon, a Csicsovszki termékcsaládom. Ugye a Csicsovszki krém volt az első, amit behoztunk ide a TikTokra. Én már ugye több mint 4 éve vagyok itt a TikTokon, még a musical vége időszaka után. És tehát ugye ezért is mondom mindenkinek, hogy attól függetlenül, hogy jósolok vagy közvetitek, ugyanúgy a gyógynövények is a szívemhez, tehát összefüggésben vannak, hiszen ugye a krémem, a Csicsovszki krém, tehát ugyanúgy olyan gyógynövények vannak benne, amelyeket nagyanyámék használtak annak idején. Tehát a kövi rózsától kezdve az aloe veráig, tehát hogy összefüggésben van, mert ugye több és több live-ot hallottam, hogy hát akkor döntse már el az úrnő, a Csicsovszki úrnő, hogy krémeket árul, vagy jósol. Hát most a mai világban több lábon kell állni, gyerekek, tehát nem tudhatod, hogy mit és hogyan merre egyáltalán. Nyilván mi tudjuk, mert a jövőbe látunk, de azért be kell biztosítani magunkat. Tehát én úgy gondolom, hogy nem mindenki mondhatja el, hogy egy saját receptúrája, egy saját termékcsaládja van, amit ugye csak is kizárólag én gyárthatok le, mert az az én receptúrám, tehát nem egy sima forgalmazott termék, meg nem mindenki mondhatja el, hogy konkrétan tiszta információkat tud leközölni. De hozzáteszem azt, hogy ez kőkemény meló, kőkemény évek vannak mögöttem, amiért hálás vagyok a Jóistennek és a körülöttem lévő embereknek, meg saját magamnak, mert nem adtam fel. Tehát a megpróbáltatások a mai napig ugyanúgy érnek minket, meg mindenkit egyébként, csak ugye sokan feladják a cél előtt, mert ugye ez a baj, hogy nem kitartóak. Tisztelet a kivételnek. Én ugye nem adom fel a mai napig sem. Úgyhogy igen, termékcsaládom is van, köszi Medi, De de... ez nagyon nagyszerű dolog, tehát ha jól értem, akkor kövi rózsa van benne, és homeopátia, tehát ez a természetes, és ha jól mond, ha jól értelmeztetem, hogy teljes mértékben te fejlesztetted ki, és mennyire szép, és milyen ritka az ilyen, hogy tényleg, és ugye termékcsaládot is említettél, gondolom arc, test, bőre, fantasztikus virulást kap kívülről, homeopátiás rendszerben, és az mellett, amikor útmutatást felhoz, és ezt így most a kívülálló embereknek mondom, meg így az én saját gondolatom, én nekem ez nagyon tetszik, tehát igazából, ha jól meghányogatjuk a dolgokat, például, ha én szeretnék tőled, akkor én megszépülök, és hogyha felkereslek újra, akkor viszont, ha meg vagyok rekedve az életem egy szakaszán, akkor viszont tökéletesen lelki megújulás, belső megújulás, egy útmutatás, és az mellett meg gyönyörű szép lesz az arcom természetes módon. Szerintem a kettő gyönyörűen megfér egymás mellett, mert szép arc, szép külső, a küllem, és szép belső, és teljes mértékben utána rátalál az ember az, hogy na igen, ez működőképes, és ezzel nagyon hálás tud az ember lenni, hogy tudsz ebbe segíteni az embereknek. Szeretném, Szerintem gyönyörűen megfér a kettő egymás mellett. hogy Gyönyörűen. ne, Kívül belül. most önmagában szerintem az egy csodálatos dolog, amikor egy olyan személlyel találkozol, aki mindenre nyitott. Tehát én mindig is úgy éltem az életem, meg hát úgy is vagyok benne, hogy ami engem érdekel, azt tovább viszem, azt fejlesztem. Hát annak idején ugye termékek vannak, rengeteg van a piacon.
Na most ugye, amikor alkottam a Csicsavszki krémemet, akkor úgy alkottam meg, hogy minél különlegesebb legyen, egyedi legyen, és önmagában úgymond elérhetetlen, mert ugye egy krémből olyat alkottam, ami univerzális, tehát tetőtől talpig tudod használni. Na de nyilván magamból indultam ki, mert ugye nem kell külön megvennem az arcápolót, a kézápolót, a lábápoló krémeket, vagy akár ízületi bántalmak, vagy bőrápolási problémám van, vagy bőrproblémáim vannak, hanem ugye használhatom ezt a krémet, tehát a saját termékemet, amit úgy fejlesztettem ki, hogy a picitől a nagyig, tehát gyerekektől idősebb korosztályig, tetőtől talpig tudják használni. De ugyanígy a jóslás is, hogy ahhoz, hogyha én reklámot alkotok, nyilván ugye saját magamat reklámozom, ami evidens, mert ugye erről is szó volt, hogy bejárok live-okba, és én közvetítek embereknek ingyen, hát mit képzelek magamról? Na mindegy, holott egy fillért nem fizetett. A közvetítés azt tudni kell, hogy amikor az elhunyt szerette üzen, és azt én átadom. Tehát sokaknak derogál az, hogy akár eljutok Kubába, vagy elmegyek most Nepálba. Hát édesem, építse fel ugyanúgy ő is magának a saját egzisztenciáját, járjon utána minden egyes engedélyeztetésnek, és a reklámot úgy alkossa meg, hogy tükör képére formálja, mert hogyha igenis ezzel foglalkozok, és keletje legyen a dolognak, tehát egyedi legyen az én reklámom meg, amit én képviselek, ugyanúgy, mint a termékcsaládom, akkor tegyen érte. És ugye sokan elfelejtik azt, hogy tenni kell azért, hogy meg tud valósítani a saját királyságodat, és sokan marhára elfelejtik. Tehát az ingyen, a potya, az mindenkinek jól jön. Én értem, hogy a mai világban nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk úgy átértékelni, de aki át tudja értékelni, hogy mi a fontos, és miből van dolog, amiből meríthet a jövőre, akkor az el tudja dönteni. Tehát ezért mondom mindenkinek, hogy az is, amit Medite képviselsz, mint a Cupido Live-nak a megalkotója, mert te alkottad meg maga a fényed, maga az a energiád, amit te képviselsz, az nem mindenkiben van meg. Tehát ugyanúgy az úrnőből is egy van, és ugyanúgy a madmazelitából is egy van, mint ahogy mindenki másból egy van, és pont ezért vagyunk egyediek. Hát biztos a cápák közötti műsort azt már láttad, a mai napig rengeteg olyan embert keresnek, akik különlegesek, alkotóak, motiváltak, relevánsok, teljes mértékig önmagukat adja, egyrészt különlegesség, amiből eszméletlen mindent fel lehet fejleszteni, és én úgy gondolom, hogy mindig az új kell az embereknek. Ugye? Tehát ezek nagyon-nagyon csodálatos dolgok. Sziasztok, szia Zoli! Hogy különleges, válj ki a tömegből, mint a Szabó Peti, tudod, amit te is mondtad. Légy egyedi, de mennyire szép. Én meg mindig visszalépnék egy kicsit a termékcsaládhoz. Nagyon tetszik, hogy univerzális. Nem kell 26 fajta félét megvásárolni, mint bemegyünk, hanem egyszerűen csak, kedves úrna, szeretnék ezt és ezt. És mennyire jó. És ezáltal megszépül, mikor az ember úgymond egy harmóniába rakja önmagát, főleg hölgyek, illetve idősek, fiatalok így a krémre visszatekintve, és ugye azért itt komoly receptúráról van szó. És amikor a jóslat is, ahogy feljön, az útmutatás, ott meg a belső lelki világa az embernek tökéletesen helyre tud állni. És még arra is segítenek, hogy említetted, hogy amikor van lehetőség arra a személyeknek, hogy találkozhassanak veled. És szerintem az egy, én kimondom, egy kiváltság. Tehát azért ne felejtjük el, hogy ha valaki ilyen magas minőséget képvisel, emberekkel foglalkozik, és olyan segítséget, olyan gondolatokat, vagy csak egyszerűen egy olyan energiát áramoltatsz ki magadból, és az nem túlzás, az az igazság. Tehát ti is halljátok a hangjából az úrnőnek, és az, hogy ha felkészült rá, és megkérdezi, és te szívesen a te kis idődet, és a segítségedet, és a jó akarodat adod, de a segítesz, szerintem az maga a csoda. És az, hogy tényleg ilyen, az emberek el vannak tévedve, hiszen nagyon olyanok a gondolkodások, mint himnuszba a balsos. De amikor van egy ilyen személy ezen a platformon, ezeket értékelni kell,
mert csodákat tudunk ebben művelni, csodákat tudsz ebben művelni. Nekem is elragadott nagyon a személyiséget, megmondom őszintén, az a finom kisugárzás, az a tudás, és amit te ahogy képviselsz, tehát hihetetlen. Ez nem pillált a szemere, és ezek tények teljes mértékben. És szerintem ez nagyon fontos a mai világban, mert ki vagyunk kiégve talán egy kicsit, az embereknek a 80%-a, és teljes mértékben egy olyan pozitív életszemlélet, egy motiváció, egy lelki megnyugvás, egy útmutatás, amikor meg van ragadva az ember életébe, és mondjuk egy kicsit így meg van lökve, hogy na, akkor ez és ez a lehetőséget tudod neki felajánlani, és akkor ugye csak személyesen vele foglalkozol, ott a lájba is egy pár szóban, és akkor ha szeretne komolyabban ebbe önmagán dolgozni, hogy neki az élete tökéletes legyen, akkor viszont tényleg csak rá van fordítva az idő, és ez szerintem annyira ritka a mai világban az ilyen segítő emberek, hogy az ilyet meg kell becsülni. Ez érték a mai világban teljes mértékben. Én így gondolom. Igen, köszönjük a gondolataidat. Bocsi, valakire itt rányomtam, nem muszáj bejönnötök, mert itt próbáltam köszönni, és így a fejére mentem, és szerintem ilyen meghívást küldtem. Na mindegy, igen. Hát igen, és tudjátok, az az érdekes, és tök jó, hogy ezt a Medi mondja, hogy ugye sokszor volt kérdés már felém, hogy de Judit, hát amikor információkat adsz át, tehát amikor ugye egy elhunyt személy üzeni szeretne, amikor ugye csacsogunk egy élőbe, hogy nem félsz, hogy visszaélnek a bizalmaddal, és akkor így mondom az adott személye, hogy de, hát tisztában vagyok vele, hogy biztos, hogy valami oknál fogva úgy alakulhat a dolog, de hát most mit tudok tenni? Hát nyilván ugye eldönthettem annak idején, hogy átadom az információt, vagy sem, de hát csak átadom, érted? Mert én is úgy alszok el, úgy pihenek le, nyugodtan, és hát pont a múlt héten is, meg hát minden héten hallom vissza, hogy akiknek én ingyen közvetítettem itt a TikTokon, gyerekek, olyan lejárató kampányt indít, hogy így egyszerűen tehát nem sül ki a szeme. Tehát, hogy így gyakorlatilag olyan bizalmas információk adtam át, ráadásul a szüleiről, vagy a testvéréről, és akkor még neki derogálnak az áraim, amit a weboldalon megtalál, holott gyakorlatilag ő egy fillért nem fizetett, sőt nem is kértem tőle semmit. Tehát, hogy így nem tudom sokszor én sem már, hogy mitívő legyek sokszor ezzel a helyzettel, mert ugye adok, és gyakorlatilag még destruktív, demonstratív módon hallom vissza az információt. Tehát nyilván nem fogok leállni vele ebbe a történetbe, meg hát megvannak azok az emberek, akik intézik ezeket a dolgokat, hál' Istennek, tehát nem kell az energiámat ebbe még belefektetni. Csak hogy már ha itt vagy, azért megkérdezlek, hogy te, ha az én helyzetemben lennél, ezt így, te így nem gondolkodnál el ezen? Tehát, hogy nem is értem sokszor, hogy az ember, tehát hova tegye az ember. Mindenféleképpen igen. Tehát na, akkor kezdjük az elejétől. Tehát mivel, hogy egy Sziasztok. olyan világot képviselsz, ami az emberek számára meghökkentő, de egy kicsit belenéznek magukba. Ugye mi az életnek a lényege? Az, hogy jól érezd magad, az, hogy boldog legyél, az, hogy rendben legyen az embernek, az életének az öt területe. És ugye erre vagy, amit te asszociálottál, és teljes mértékben ugye egy segítő személy vagy, tehát ezt én bátran kimerem jelenteni. És amikor ugye van ez a TikTok platform, itt ugye rengeteg beszélgetés van. És sajnos az emberi butaság ezt felülírja, illetve az irítség is. Tehát azért ne feledjük el, itt a számok is dominálnak. Tehát azért 80 ezer felüli követés. És azért itt az intelligenciát is behoznám. Tehát nem mindenki van azon a szinten, hogy úgy tudjon kommunikálni, úgy tudjon ő kifejezni magát, ahogy kell. És még egy dolgot behoznák, hogyha a segítséget kér, ugye? Tehát ez a kulcs szó. Akkor utána elmondod neki, hogy ez és ez és ez van. Akkor kérdezem én, akkor miért kér segítséget? Akkor miért
illetdestruktív gondolatokkal, tehát már ellentétek vannak, és hát biztos, hogy nagyon megfontolnám, hogy ki az a személy, akinek egyáltalán megengedném, hogy megszólítson, hogy belépjek a lejvjába, mert igenis, hogy értékelje azt. És az a finom értékrendszer, az így elbutul. Tehát az a baj, hogy az emberi butaság az irítség, és az nincs az a tudatos gondolkodásban, hogyha én segítséget kérek, akkor nem. Még elküldöm a francba is, ennek a működési elve az, hogy ő nincs rá felkészülve. Tehát érdekli, ott van a kíváncsiság, de amikor megkapja a leközlött tényeket, akkor viszont megijed, és a félelem vezérli, és az mit csinál? Ő destruktív szavakat illet, vagy pedig ő beleállhat a helyzetbe. Tehát ott még nagyon sokat kell neki tanulni, fejlődni, és semmiféleképpen nem szabad rá az ilyen emberekre energiát fordítani, mert nem érdemlik meg. Nem értékelik azt a finom plusz dolgot. Igen, igen. Szia Zoli, szép napot neked! Sziasztok! Szép napot kívánok! Itt már sok perce hallgatlak itt benneteket. Sziasztok. És abszolút egyetértek itt veletek ezzel kapcsolatban. Hál' Istennek, nekünk itt egész jó kapcsolatunk van, vagy abban az úrnővel, akinek hogy tetszik. El szeretnék mondani egy történetet nektek, és azért is kérdezkedtem be, mert való igaz, hogy mennyire igaz az, amikor az ember tesz valami jót, és próbál segíteni. Nyilván vannak, ugye a gyógyít esetében is nagyon sok ilyen van, és ezzel milyen csúnyán visszajelnek. Én nyitottam egy live-ot a napokban, és előkerült a szó. Emlékszel, hogy Judit utoljára, amikor live-oztunk, elkezdtem ingázni. És az nagyon, hát ott voltál, nagyon klasszul sikerült, nagyon sok minden fény derült az inga által. Nem gondoltam volna, hogy ez is van, ez is bennem rejlik az én saját erőmben. Na mindegy, szó, ami szó, ugye nem voltál bent, bejöttek olyan emberek, akik ezt végignézték. Hozzáteszem, a kollégáim azok le voltak döbbenve, és amikor bementem, úgy mondták is, hogy Úristen, ők ezt nem is hitték volna meg, hogy na mindegy. És akkor bementünk, és bejöttek hozzá, hogy meséljek már nekik erről, hogy mi volt ez az ingás live. Hát mondom, gyerekek, mondom, van egy dolog, amiről én nem szoktam beszélni, van egy képességem, van egy adottságom, ami velem született, családi örökségem. Mondom, én nem szoktam beszélni, és mondom, benn volt az egyik olyan hölgy, aki számámra abszolút hiteles, mondom, a Csücsovszki úrnő, és mondom, ő kezdett rátenni erre az útra, hogy csináljak ingát, vagy belek ingát, vagy mit tudom én. És bejött egy másik két személy, és ők abszolút elkezdtek lehordani téged, hogy hát, hogy igazándiból mindenbe is belementek. És akkor én mondtam nekik, hogy mondom, figyelj, ha eljössz hozzám tortát rendelni, mennyasszonyi tortát, és én azt mondom neked a három emeletes mennyasszonyi tortára, hogy 350 euró, akkor kiakadsz? Hát nem, hát izé, mondom, na látod, ez egy szolgáltatás, amit tudomásul kell venni, hogy valaki ebbe időt, energiát, az idejét szenteli, plusz, mondom, baromi kimerítő, harmadrészt mondom, neki ez a munkája. És mondom, nem mindegy, hogy elmész a boltba, és mondom, veszel 10 a pixalámit, vagy veszel 10 a párizsit, a minőséget mindig, mindenkor meg kellene fizetni, és igen, egyiknek ennyi az ára, a másiknak annyi az ára. Mondom, a TikTok tele van mindenfajta szélhámossal, és nem vagytok képesek kifizetni 20-30, akár 40 ezreket egy ilyen hamis akárkinek, mondom, akinek hiteles, és igenis működteti a mágiát, igenis működteti az erőt, és úgy működteti, hogy ő nem csak humbukul beleszól, hanem egyszerűen feltárt dolgokat, úgy, hogy te konkrétan magadra ismersz, akkor azt gondolom, hogy itt azért megéri a pénzt. Na, akkor ezen elhalkultak. Ugye én felmondtam, vagy elmondtam az én példámat, Judit, amit az én családomról feltártál, és hogy elmondtál, na, azon is, és akkor mondtam, na jó, akkor ingázzál. És mondtam nekik, hát nem biztos, hogy szeretnék ingázni, na, de ingázzak. Mondom, jó, oké, ingázok. Amit tanultam tőled, elővettem, megcsináltam az ingát.
ugyanúgy működött Judit, mint amikor te benn voltál. Olyan dolgokat tárt föl azoknak az embereknek, akik hitetlenül bejöttek, hogy amikor elmentek ki, rám írtak privát, hogy ők most itt nagyon megszégyenültek. És nem gondolták volna, hogy ők így fognak járni, azt hitték, hogy engem fognak lehúzni. Hát csak ezt akartam így elmondani, gyorsan eldaráltam neked. Ja, hát aranyos vagy. Igen, hát nem gondolnák az emberek, hogy vannak azok a kincsek, akit én is megtalálok a TikTokon, elég egy beszélgetés, mint ahogy a Medi és számtalan ember tudnék felsorolni. Tehát elég, hogyha egy-két mondattal elindítom azt a sajátosságot és azt a energiát, amit születése óta hordott magával az ember, amivel első körben tudunk saját magunkon segíteni, és ezek tök jó dolgok, mert ugye önmagában a visszajelzések mutatják, hogy mégis mit prezentál az adott személy. A másik dolog, Zoli, önmagában ők a legnagyobb rajongóim, szerintem, akik téged vagy veled beszélgettek, mert úgy gondolom, hogy ők szeretnék azt a tudást, ami a másikban, vagy egyáltalán bennem van, megkaphatnák ők, csak ugye azt felejtik el, hogyha nem tudnak mások örömének örülni, ezáltal ők nem lehetnek sikeresek. És ez az egyetlen egy kulcs, amikor rájössz arra, hogy valaki eléri azt a szintet, amit már nagyon-nagyon régen szeretett volna, és megoszta veled azt a csodát, hogy igenis képes a saját életén és mások életébe olyan történeteket önmagába, hogy soha, de soha nem beszéltetek, tehát ez mi, ha nem csoda. Tehát számomra is csoda, holott veled se találkoztam még soha életemben, és nem is tudtam rólad semmit. Tehát azért mondom, hogy ezeket a képességeket nem fogják erősíteni az ilyen embereknek, ezeknek ezt a részét, ezt a karizmáját, hogyha nem tud örülni a másik örömének. Én azért is mondtam neked, Zoli, hogy benned ugyanúgy benned van, az már egy másik dolog, hogy te eldöntheted azt, hogy kinek segítesz vele, és kinek nem. Mint ahogy mondtam neked, hogy egy idő után már az ingára sem lesz szükség, hiszen önmagába te leszel az inga, hiszen ez a felsőbb éned, aki adja neked ezeket az információkat. Nem mindenkinek adatik meg, hogy képes legyen olyan információkat közölni, akár egy ingával, vagy akár egy tárgy megfogásával. Ha tudsz örülni mások örömének, akkor ezáltal mindig szárnyalsz, de addig, amíg a pénztárcánkon vagy az árakon akadnak fenn az emberek, holott hozzáteszem, hogy Zolinak ingyen közvetítettem, ugyanúgy a Medinek is, meg a többieknek is itt TikTokon, tehát soha egy fillért nem kértem el senkitől, Így van, és és ezt köszönjük szépen. igen, de az olyan embereknek nem fogok közvetíteni, nem azért, mert nem akarok, hanem egy olyan embernek, aki destruktív, hanem önmagában elvarják a szálakat. Tehát nem fogok kiadni információt ingyen egy olyan embernek, aki bizalmatlan és már szemtelen is volt, mielőtt bejött a live-ba. Rá volt példa, 2 évvel ezelőtt, mikor ingáztam, bejöttek emberek, ugyanígy behívtam őket, és feltett egy kérdést, és lecövekelt az inga. És az ingán keresztül már hallottam az információt, akkor már elkezdtem közvetíteni, de akkor még nem volt teljes a karizma kifejlettsége, tehát most fejlődött már ki teljesen. Tehát azért az emberek tisztában lehetnének azzal, hogy lehet éppen a Zoli vagy a Medi teljesen belelát a történetedbe, és onnantól kezdve nincs menekvés. Ez a Hát legszebb részben. igen, szóval sokszor van úgy, hogy én is látok dolgokat, meg hallok, meg ugye azt mondta neked, hogy hallok, látok, ízlelek, szagolok, mindent is egyben már így megvan, és sokszor van úgy, hogy bennem is ott van az a bizonyos állj, és stop. És egyszerűen, ha én ezt abszolút megérzem, akkor nem adok információt. Abszolút Így nem adok. van. Hát amikor ott Igen. ingáztunk nálad is, Zoli, tudod, bejött egy úriember, aki hitetlen volt, ott már látszódott az egész, hogy tehát össze-vissza, tehát nem fog neki tiszta, csak akkor fog neki tiszta információt adni, ha ő a saját gondolatával meg fog keresni téged, hogy figyelj már, Zoli, elgondolkodtam, akkor most komolyan csináljuk már, akkor lehetséges az információ átadás, de addig még képlékeny és szószátjárnak lát téged, addig nem fogja segíteni.
baromira. Tudom. Bocsánat, Ja. Medi. Sziasztok amúgy. Nagyon érdekes így hallgatni a Zolinak is, hogy milyen felfedezése volt így a maga a spiritualizmussal. Jól mondom? Igen. Tehát ezzel a képességekkel kapcsolatban. Nos, én azt gondolom, hogy mivel egy nagyon szaladó, rohanó világban vagyunk, valahol egy cseppnyit mindenkiben ott van. De természetesen vannak olyan személyek, amit egy olyan képességet kaptak. És ugye ezt sokkal jobban érzékelik. De mivel, hogy annyira rohanó világban élünk, és egy beszűkült gondolkodás kultúrában vagyunk, moralitásban, munka, stb. Ide szaladt, oda szaladt gyerek, és amikor ilyet hall az ember, akkor ámul és bámul. És jön az ilyen kísértő gondolatok, a destruktív gondolatok, stb. Stb. Tehát innentől kezdve az olyan emberrel nem tudsz mit kezdeni. Viszont, amikor elkezdesz egy olyan személlyel beszélgetni, mint ahogy itt van az útnő, itt van a Zoli, akkor egy olyan megfoghatatlan, kellemes érzés jön, és azt a másik érzi. Az a finom, finom hangulat. Mondok egy példát. Mikor bemész egy helyre, így tudnám megfogalmazni, egy szobába, vagy egy lakásba, érzed, hogy milyen ott a légkör, milyen ott az emberek, mi volt ott. Ugyanígy működnek ezek is. Tehát ezt a mindennapokban is tapasztaljuk, csak ugye, amikor segítségnyújtásról van szó, ez sokkal magasabb minőségről beszélünk, és akkor ott már bele tudsz pillantani a másik életébe, érzed, hogy mit gondol, és ez nem manipuláció. Ezt szeretném hozzátenni, mert sokan azt hiszik, hogy ez egy nagy kamu. Ez nem kamu, hanem ezek annyira finom energiák, és érzi a másik, ugye, és a Judit, amit képvisel, és amit az egész mindenről mondott. Tehát azért rakjuk már tisztába a dolgokat, hogy ezek olyan finom energiákról beszélünk, tehát olyan kapcsolódás, olyan oda-vissza áramlás energiák, és a személy nyitott, ha ő segítséget kér, mert pedig itt van a kulcs, hogy kér, akkor fogadja el, és a jót is, és a rosszat is. Biztos fel vagy készülve? Tehát ezt mindig meg szokta kérdezni a Judit. Tehát tőlem is megkérdezte. Fel vagy készülve? És akkor fel, vágjunk bele. Tehát innentől indul a dolog. Tehát addig, hogyha nem vagytok felkészülve, akkor ne kérjetek segítséget, mert akkor csak utána saját magatokkal fogtok kicseszni. És legfőképpen a Judittal, mert igazából elfecsérelt pazarlás. Ezt most kimondottan a TikTokra mondom, amikor itt beszélgetünk. És tehát semmi értelme annak, hogy egymást így le derogáljuk és destruktív szavakkal, hanem építünk, emelünk és támogatunk. És azt a finom, kellemes légkört, azt a finom, megfoghatatlan attitűdöt, tehát azt igenis, abban meg kell fürödni, mert az jó. Az emberek szeretik a jót, vágynak rá, és amikor egy olyan szép dologról beszélünk, mint az inga, vagy a szeretet, vagy az elfogadás, vagy amikor gyújtunk egy gyertyát. Tehát nekem volt egy gyönyörű élményem, ezt mindenféleképpen szeretném elmesélni. Bejött az úrnő hozzám, a Judit, és volt 3-4 személy. És azt a mosolygást látni rajtuk, tehát érezték. És meggyújtottunk egy gyertyát, és hogy kinek milyen magas a lángja. És az is az a finom összekapcsolódás, és az olyan megfoghatatlan érzés, és pedig ez a TikTokon történt. És az ilyen pillanatokat kell szerintem nézni, hogy hogy érezted magad abban a pillanatban, milyen érzések jártak át. Nem az, hogy az biztos hülyeség, tehát nem. Igen, és engedd meg azt, hogy megérezd ezeket a finom pillanatokat, mert ezek jók, mert ezek segítőek. És akkor innentől, hogyha ezt tudod érezni, akkor lehet tovább menni avval, hogy na igen, akkor én akarom és szeretnék ebben kibontakozni, és teljes mértékben akkor mehet a fejlődés felfele. És akkor beszélhetünk kártyakirakásról, ingázásról, útmutatásról, és igen, sok emberben ott van a csí,
Csak valahogy ilyen Igen. önszabotást csinálnak. Igen, meg a kommunikáció is. Egyébként azt megjegyzem, Zoli, hogy hozzászóljak a témádhoz. Sokan irigyelték azt, hogy foglalkozok veled. Aztán ugye erre azt mondtam, hogy hagyd döntsem már el én, hogy kivel foglalkozok, mert ugye hát számtalanszor, ugye, amikor külön órákat foglalkozok ügyfelekkel, az nyilván teljesen más, mert ugye ők keresnek meg, de itt úgy gondolom, hogy semmi nincsen véletlenül, tehát az, hogyha én segítek egy olyan emberen, akinek igenis már kifejlődött annyira a karizmája a jelenlegi életébe, azt én a tripláját kapom meg, és pont ez a lényeg, Én hogy úgy figyelj, tudom segíteni. én neked nagyon hálás vagyok. Egyetlen egy dolog az, ami igazándiból, amíg élek, nem fejtem el. Az, hogy megtanítottál arra, hogy amin van, emlékszem, amikor mi először találkoztunk és beszélhettünk privát erről, én féltem ettől az egésztől. És ezt pontosan tudod az én élettörténetemet, a családom történetét, hisz felett előtte tárva. A családom úgy látszik megengedte, hogy te ebbe belelássál, most már ebbe is biztos vagyok, és tudom, hogy megengedték, hogy te nem véletlenül te, hogy beleláthass ebbe. Ugyanis én addig nem kaptam választ arra, hogy ami bennem van, az jó-e vagy rossz, és nem ismertem használni. És ugye te voltál az a kis, te voltál a közvetítő a családom és én közöttem, ugye a felmenőim, akik mágiával rendelkeztek, és hogy megengedték azt, hogy te legyél a közvetítő, és ez sem véletlenül, hogy téged választottak erre ki, hogy nekem elmondd azokat, hogy ne féljek használni a dolgokat, mert ezek nem rosszak. És te olyan bizonyítékokat támasztottad alá, amiről csak én tudhattam. Senki más, illetve a családom. Szóval igazándiból nem csak mondtál egy valamit, hogy megnyugtasd a lelkemet, hanem te ezeket tényekkel alátámasztottad. Olyan tényekkel, amit hangsúlyozok, amit csak én és a családom tudhatott. Te senki más. Úgyhogy ezek olyan erős alátámasztások voltak, amik engem meggyőztek arról, hogy te vagy az az ember, akit a családom használ. Úgy látszik, nekem az erőmet használnom kell, míg ez még bennem, ez egy harc egyébként, hogy milyen szintig engedjem ennek a használatát, de egyelőre már rajta vagyok az úton. Én két dolgot szoktam, és egy másik dolog, két dolgot szoktam elmondani itt mindenkinek, hívő vagy hitetlen, teljesen mindegy. A mágia mindenkire hat. Mágia az nem válogat. Az olyan, mint a levegő, hogy itt is szívod, ott is szívod, amott is szívod. A mágia mindenkire hat. Hiszed vagy nem. Másik dolog, akik mágiával rendelkező emberek, Judit, Medi, én vagy bárki más, aki tényleg igazi mágiával rendelkező emberek, azt meg fogjátok érezni itt belül. Azt pontosan fogjátok tudni, hogy azok az emberek nem kamuznak, azok az emberek a valóságot hozzák, mind a személyiségük, mind a megjelenésük, mind a beszédük arra fog nyugtatni benneteket, hogy ezek az emberek hitelesek. Nagyon sokan vannak a TikTokon, nagyon sokat kívülről megnéztem és hajtottam tovább, mert egyszerűen olyan, mint a tengerparton a kő, hogy ott van, jelen van, de semmit nem ér. Aki igazán közvetítő, az nem fogja neked megmondani, mit csináljál. Az azt fogja mutatni, ott az ajtó, itt a kulcs. A kulcsba az ajtó, a kulcsot a zárba neked kell beragd. Neked kell kinyitni a zárat, és benyitnod az ajtón. Mi csak az ajtót mutatjuk meg, és hozzá a kulcsot. Úgyhogy ezt akartam még mondani. Érdekes, hogy Ez így mondod, mert van. közben nekem is az jutott eszembe, hogy a változás olyan ajtó, ami belülről nyílik. Ez pörgött a fejembe. És igen, ki is mondta, tehát, hogy a kulcs és az ajtó, ott egy eszköz, ezzel az ajtón neked kell bemenni. Igen. Hát ugye az emberek azt felejtik el, hogyha nem tud azonosulni mások örömével, már pedig lenn sokan nem tudnak, akkor onnantól kezdve előjön belőlük az az energia, ami például teljesen blokkolja a saját megvalósításait. Tehát én azért jutok és továbbra is el a csúcsra, amit én meg akarok valósítani, azt végigviszem, mert igenis tisztelem a másikat,
vannak értékrendjeim, és tudom, mikor kell megszólalni, és mikor kell csöndben maradni, és semmi esetre nem minősítek le senkit, teljesen mindegy, hogy kártyát pakol-e, vagy még csak kezdő, hanem dicsérem és bíztatom, hogy igenis, ha ez az utad, akkor ezen kell végigmenned, és nem kell foglalkozni senkivel, tehát főleg nem a beszólókkal, mert azok csak hátrányos helyzetbe tesznek. Milyen jogon szólunk meg másokat, ugye? Rengeteg ilyen live-ot láttam már, jó sok beszélgetnek, szidják egymást. Tehát innentől kezdve saját maguknak történésüket viszik a landba, értitek, lefele. Tehát szóval nincsen meg az önértékelésük, nincsen bennük a saját hitük, hogy mi az, ami segíteni a saját életüket. El vannak veszve. Tehát én csak ennyit tudnék erről mondani, és én úgy gondolom, hogy végig kell menni, és el kell fogadni a nehézségeket, a megpróbáltatásokat, és azonosulunk vele, hisz abból tanulunk. Tehát, hogyha nekem bárki bármilyen minősítést tesz, megteheti, kérjen privát jóslást, tegyen próbára, elmondom akár, hogy milyen gatyája is van, ha kell. Tehát innentől kezdve nem tudsz mit csinálni, tehát mindenképpen nálam köt ki a hitetlen is. Úgyhogy, hát ők nincs azon a rezgés szinten, inkább így mondanám, mint mi. Vagy nem tudom, hát reménykedek, hogy majd egy idő után rájönnek, hogy hogyan is működik ez a világ. No. De azért, hogy mondjunk pozitívat is, egyre jobban nyílnak ki az emberek. Én ezt is tapasztalom, nem tudom, ti hogy látjátok. Igen. Talán 2024 tavaszára az a forradalmi újítás van, hogy így nyílnak ki a kapuk, és egyre jobban ébrednek fel az emberek. Igen. Hát mert az annyi is minden kell. Nehézségen vannak túl, és ugye a hithez, a reményhez fűződnek, és ugye a belső világokban, de és hogy nem találják meg a választ, és akkor onnantól jönnek, akkor kérek segítséget. És hát az a lényeg, hogyha nem csak a kártya kipakolásról lenne szó, mert ugye látjátok, indítok egy live-ot, nem a kártya kipakolásról szól, hanem ami mögötte van, vagy hogyan viszonyulunk emberekhez, hogyan szólítod meg a másikat, vagy egyáltalán milyen témakörbe vagy járatos. Én úgy gondolom, hogy aki valósan érett a történetre, teljesen mindegy, hogy milyen témakör legyen, ugyanúgy meg tudja mondani a saját véleményét, és teljes mértékig elmondani, hogyha már meg is történtek vele a dolgok, tehát hogy megosztónak lenni. Hogyha hasonlóképpen olyan spiritista személyek vannak, és már pedig vannak, érdemes bemenni live-okba, beszélgetni, kommunikálni, hiszen így tudunk fejlődni. Én ezért is alkottam ezt a részét meg, mert kell, hogy megismerjék a másik oldalamat is, hogy ugyanolyan civil ember vagyok, mint te vagy a Zoli, mert szerintem kell az, hogy megszólítsunk valakit, és ne úgy kezeljenek, mint egy bádog embert, szóval szerintem a kommunikáció hiány szenvedés ebből a szempontból, hogy nem nyitnak olyan live-okat, amiből ugye meg lehetne szólítani a másikat. Tehát nem foglalkozik az ügyféllel, hanem csak ad. Oké, hogy adja a szolgáltatást, de egy idő után elhidegül, hűvös lesz, rideg lesz, nem? Tehát nem két kártya fogja kimondani a tutit, szerintem. Igen. Tehát nem történik meg az a plusz varázslat, az igen. A bizalom. Igen. Talán ez a legjobb szóra. Vagy hogy kiismert, hogy tényleg most egy főzésben, tehát ugyanolyan járatos vagyok, például az egyik szakmám nekem is cukrász, szóval Zolival tök jókat tudnék sütni. Vagy akár ugye a pörkölt, vagy bármi, tehát akár a termé, tehát a erdészként is, vagy akár a jogról is beszélhetünk. Tehát, hogy minden formalitásban működök, attól függetlenül, hogy így élem az életem. És szerintem ez tök jó dolog. Mert vagyok olyan, mint egy férfi, aki bármilyen kinyilatkoztatásra képes, mert már megéltem olyan dolgokat. Attól függetlenül, hogy 35 éves vagyok, semmit nem jelent. 65 éves szinten is lehetek, ha már előző életről beszélünk. Na mindegy, ha még van bármilyen gondolatotok, azt osszátok meg, aztán lassan bezárom a live-ot, mert nekem 11-től jön egy ügyfelem. Úgyhogy, én úgy gondolom, hogy én még egy utolsó gondolatot mondanék, hogy köszönöm szépen, hogy bejöhettem, és talán az álmok sincsenek véletlen, és bátran forduljatok erre a világ felé, és egy nagyon jó segítő személy a Judit, és természetesen mellette egy olyan
attitűdöz, egy bizalmat, egy kedvességet kaptok, amit nem fogtok megvenni. Én csak ennyit tudok útravalónak mondani. Zoli, örülök, hogy beszéltünk. Neked is a legjobbokat kívánom, és mindig csak előre mondtam, hogy ilyen a pozitivitás és a spiritualitás és a bizalom. Én csak egy gondolat jött, én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és beengedtél a live-odba. A másik dolog, amit üzennék kifele mindenkinek, hogy attól, hogy valaki egy plusz dologgal rendelkezik, az nem azt jelenti, hogy ő esetleg mágiára való és fáklyával alá kell gyújtani. Igenis, mindig, minden korban, minden időben, a Bibliában is benne van, voltak különleges erőkkel bíró emberek, akiket az égiek használtak. És általában, hogyha megnézitek, mindig pozitív fele, döntő fele mentek az emberek. Ahol negativitás esetleg átfog, és bármi egyéb van, azt nagyon érdemes meggondolni, hogy abba beleszállsz-e abba a hintában. Az igazi mágiával rendelkező pozitív fehér mágiát működtető embereknek az élete pozitív, semmi negativitás nincs benne, és higgyétek el, ha beszéltek velük, nem egy kényelmetlen, nem egy nehéz, súlyokat bíró beszélgetés lesz, hanem könnyed, felhőkön szárnyaló beszélgetés. Csak egyet akartam nekik elmondani, hogy tudjatok különbséget tenni. Sok sikert kívánok én mindenkinek az életbét. Látom, hogy írogatnak egy páran, hogy írjak Messengeren. Hogyha vége lesz, és esetleg tudunk, akkor beszélhetünk, de nekem is még egy csomó időm van, vagy csomó dolgom van, amit el kell intézzek. Úgyhogy jó, köszönöm van. Szépen még egyszer. Jó, további szép napot kívánok, köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltatok. És a legjobbat nektek mindenkinek. Nektek is minden jót nektek. Sziasztok, hello! Sziasztok.